Ma délután Budapestre érkezett Fernando Carrillo. A dél-amerikai telenovellák sztárja a TV2 meghívására jött el, hogy részt vegyen a holnapi születésnapi partin, ahol először a férfi striptease, majd a Dáridó vendége lesz. A színésszel bárki találkozhat, aki ellátogat holnap a budapesti kongresszusi központ. Fernándót rajongói várták a repülőtérre. A világ 50 legszexisebb férfia közé beválasztott színész itthon a Rosalinda című sorozatban Tália partnereként vált ismerté. A sorozatot egyébként 100 országban vetítették és 500 millióan látták. Fernando ezen kívül még számos szappanoperában játszott. A TV2 nézői nem sokára a Mária Izabel című sorozatban láthatják újra. Szinte mindig ő alakítja a romantikus hőst. Ezt ugyan nem bánja, de álmai között szerepel Hollywood meghódítása, ahol szívesen kipróbálná magát akciófilmekben és thrillerekben is, nem feltétlenül jó fiúként. Ezen kívül van egy saját zenekara, a Nueve Dos De, melyet két öccsével együtt alakított, és már CD-jük is jelent meg. A latin sztár most a TV2 meghívására érkezett Budapestre. Bár volt felesége magyar származású volt, még soha nem járt nálunk. It's my first time and I hope it's the first of many. Ez az első alkalom, de remélem nem az utolsó. Nagyon sok jót hallottam már Budapestről, például azt, hogy mindenképp ki kell próbálnom a gulyást. Fernándónak sűrű lesz a programja Budapesten. Ma este egy koktélpartin vesz részt, melyet a tiszteletére rendeztek. Holnap a TV2 születésnapi rendezvényén lép fel. Vasárnap pedig kikapcsolódásképp városnézésre megy. A sztár hétfőn indul haza Los Angelesbe.